József napja van, kedd. Szép napot kívánok mindannyiuknak. Vadai Ágnessel kezdődik a ma reggeli műsor, kezét csokorom. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hát a DK-nak sok lehetősége megszólalni a parlamentben egy-egy ilyen vitában nincsen, ami lehetőségük van, azt mindig kihasználják, és ami lehetőségük van, az általában arról szól, hogy a kormány ezt tegye, azt tegye, ezt ne tegye, azt ne tegye. Most mit ne tegyen? Mert ugye azt mondja a kormány, hogy ők mindent jól csináltak, katasztrófavédelem tökéletesen működött, a belügyminiszter az első perctől kezdve a helyén volt, Orbán Viktorra nem volt szükség, mert nincs ilyenfajta függés a kormányzati szervek között, hogyha nincs itthon Orbán Viktor, akkor nem. Önök nem mondták, hogy mondjanak le, önök azt mondták, hogy legyen egy rendkívüli bizottsági meghallgatásuk a felelősöknek. Vannak olyan ellenzéki pártok, akik meg azt mondják, vagy amelyek meg azt mondják, hogy mondjanak le. Az első kérdés, hogy mit ne csináljon a kormány, szerintem ne hamisítsa meg azt, ami történt 2013. március 14-én, 15-én. Mert ő meghamisítja? Hát a tegnapi parlamenti napon, de enyhén szólva, és mondjuk azt, hogy nem a tényeket mondta el a belügyminiszter. Mert az ott van egy közleménye, az egyenesen úgy szól, hogy hazudott a belügyminiszter. Nem, reggel van, még nem akarok reggel ilyen nagyon sokkoran fogalmazni, de ezt is mondhatjuk. A belügyminiszter ott azt állította például, hogy az ellenzéki pártok, köztük a Demokratikus Koalíció március 15-én délelőtt mondta le a kültéri rendezvényét. És ez tényszerűen nem igaz. Mert hogy mi március 14-én délelőtt 11.30-kor sajtótájékoztató mondtuk le az egyetemtéri rendezvényünket, és megkértünk minden szimpatizánsunkat, akik vidékről jöttek volna föl, hogy maradjanak otthon, mert egy rendkívüli időjárás van. Szerintem nem érti a kormány azt, hogy itt, amiről most beszélgettünk az elmúlt napokban, és nem csak mi, hanem a választópolgárok, azok, akik ott rekedtek az autópályákon, azok, akik áram nélkül maradtak, nem feltétlenül azt szeretnék, hogy gurítson be a kormány egy-két fejet, és mutassa föl, hogy ők a felelősök, hanem hogy ebből tanulni kell. Ha azt mondja a belügyminiszter és a miniszterelnök, hogy minden nagyon szép volt, minden nagyon jó volt, és minden nagyon elégedettek, akkor ebből nem lesz egy tanulási folyamat, aminek a végén aztán javítani lehet a rendszeren. Hát látható, hogy nem működött a rendszer. A Demokratikus Koalíció elindított egy Facebook oldalt, mi történt 2013. március 15-én. Megkértük az embereket, akik ott voltak, mondjuk az autópályákon, hogy küldjék el a saját élményeiket, mert hogy a kormány elkezdte hamisítani azt, hogy mi történt. És hát éles ellentétben áll az ottani élménybeszámolók azzal, amit egyébként a kormány miniszter, hogy aki bajban van, másképp éli meg a helyzetet, mint az, aki kívülről ezt. De azt meg a miniszter úrnak értenie kell, meg a kormánynak értenie kell, hogy a választó polgár, vagy az éppen ott lévő polgár számára a saját baja volt a legnagyobb problémája. És a kormánynak nem az a dolga, hogy azt mondja, hogy te polgár, te egy tehetetlen hülye vagy, te egy felelőtlen hülye vagy, a katasztrófavédelem nem azért van, hogy téged kiszolgáljon, hanem az a dolga, hogy azt mondja, hogy megértettük, rendben van, egy, küldjük a segítséget, kettő, nem érkezett időben a segítség, akkor ebből levonjuk a következtetéseket, és tanulunk belőle. De ahelyett, hogy összegyűjtenék egyébként az ott rekedt polgárok tapasztalatait, hogy javítsuk közösen a rendszert, nem. Mi a reakció? Fegyelmezetlenek a polgárok, mindenki hülye, hát nyilvánvalóan mindenki hülye és ostoba, mi mindent nagyon jól csináltunk. Mondok egy példát. Azt mondják, hogy hát itt elindították a Magyar Honvédséget, és a Magyar Honvédség milyen remekül működött. Valóban remekül működött, amikor végre elindították, csak hogy március 15-én reggel küldték ki azokat a gépjárműveket, amikkel lehetett, harci járműveket, amivel lehetett menni. Hát valami reggel 9.30-as a parancs, vagy valahogy 9.15 környékén. Miközben a nagy hóesés 14-éről 15-ére viradon volt. Vagy önkéntes tartalékos rendszer. Hát hányszor hallottuk, hogy milyen remek önkéntes tartalékos rendszere van a Magyar Honvédségnek és Magyarországnak, mióta természetesen Orbán Viktor van kormányon. Hol voltak? Miért nem mozgósították őket? Vagy az állami autópálya kezelő azt mondta, hogy beszedték a hófogókat, és hát kézi munkával borzasztó nehéz lett volna azt kitenni. Szeretném megkérdezni, hiszen nagyon régóta tudták, hogy egyébként ilyen időjárás lesz. Akkor, ha én jól tudom, van egy ilyen téli üzemmód, ahogy az autópályát működtetni kell. Ha tudták, hogy esni fogó, hát tudták, akkor 14-én reggel miért nem indították el a sószórókat, hogy előzetesen lesózzák az utakat? Jó, mondjuk ezen a helyzeten nekem volt szerencsém, vagy bal szerencsém,
benne lenni, nem segítettek volna a sószólókocsik. Egyébként nem, azok speciál voltak, de hol voltak a hófogók? Hát tudják, hogy jön még a havazás, és azért ez igaz, hogy ezt lehet tudni. Az állami autópálya kezelő képviselője azt mondta, hogy ez nagyon nehéz kézmunka. Akkor tessenek szólni, hogy ezt meg kell csinálni. Erre vannak például az önkéntes tartalékos rendszer, legalábbis ezt mondta a kormány, ezért van. Senki nem akarja, mert már én nem is kérem, hogy vállalják a felelősséget ezért a dologért, mert láthatóan ezt nem fogják. De annyit muszáj érteni, hogyha nem tanulunk ebből az esetből, akkor legközelebb ebből még nagyobb probléma lesz. Ez most a politikai haszonlesés, mondja a kormány, amit itt most csinál. Nem tudom, biztos, nyilvánvalóan egy politikai haszonleső vagyok. Ettől a probléma nem oldódik meg. Rám sok mindent lehet mondani, ki fogom bírni. A DK-ra sok mindent lehet mondani, ki fogjuk bírni. De ettől az a probléma, hogy egyébként nem működött a rendszer. Teljes káosz volt, és összesen tényleg egy ilyen nagyon ostoba és idegesítő SMS-re futotta a kormánynak. Majd a miniszterelnök, és szerintem ez volt a legfelháborítóbb azon kívül, hogy az emberek nem kaptak információt, megérkezik az országos katasztrofédelmi főigazgatójával, és egy ilyen irtózatos, cinikus mosoly van az arcán. A miniszterelnöknek is, meg a főigazgató úrnak is. És azt mondja a belügyminiszter, hogy egyébként meg nem elégedett az állampolgárok fegyelmezettségével. Szeretném mondani, Magyarország nem egy munkatábor. Nem. Nem úgy fog működni, ahogy egyébként ezt a belügyminiszter úr gondolja. Hozzáteszem, március 14-e munkanap volt. Polgárok nem azért indultak útnak, mert hogy ők egyébként direkt dafka is szembe akartak menni a belügyminiszterrel. És azt mondták, hogy mit nekem hú, hanem mert dolgozni kellett. És aztán haza kellett menni. Meg a gyereket haza kellett volna vinni az iskolából. És az ATV, és több alkalommal ott az ATV műsorvezető is elmondta, hogy konkrétan egyébként hazudtak. Bombera Krisztina mondta el, hogy konkrétan nem volt igaz az a tájékoztatás, amit adtak egyébként az illetékes hatóságok. Szeretném mondani, nem a katonák, nem a rendőrök, még csak nem is a tűzoltók tehetnek arról, hogy ekkora káosz volt. Azok a felelősök ezért, akik nem értették meg, hogy egyébként mi a helyzet, mit kell ilyenkor csinálni. Már nem először mondom el én sem, hogy akik ott voltak az éjszakában, akikkel azok én találkoztam, tűzoltók, rendőrök, civilek, azok hősök voltak. Abszolút, elképesztő abszolút, körülmények között abszolút dolgoztak. Nem volt olyan kérdés, amit fel tudtam tenni rendőrnek, tűzoltónak is tudott volna válaszolni, azon kívül, hogy uram, maradjon. Tehát ez volt az egyetlen válaszok, de attól, hogy maradtak az emberek, attól meg az következett, ami következett. Bocsánat. Március 14-e és augusztus 20-a között nagy előszeretettel húz párhuzamot, és mondja azt, hogy az ellenzéknek inkább hallgatnia kell a mai kormányzat. Mondván, hogy 2006. augusztus 20-a a halálos áldozatokkal járt, és hogy azok, akik akkor felelősök voltak, most maradjanak csöndbe. Van összefüggés? Lát párhuzamot? Hát egészen biztosan akkor visszamenőleges történelemhamisítás és tényhamisítás nem történt. És annak lett következménye. Személyi következménye, és egyébként szervezeti és eljárási következménye, és hogy egyébként mit kell legközelebb csinálni. Hát ebből az esetből is, a mostani március 15-éből is, még egyszer mondom, nem gondolom, hogy a Bakonni vagy a Pintér fejét be fogja ide gurítani a miniszterelnök a nép közé, hogy na akkor örüljetek. Erre talán nincs is igény. Nem is érdekel ez a dolog ebből a szempontból. Sokkal fontosabb az, hogy egyébként gyűjtsük össze az összes történetet, ezért örülök például az ombudsman kezdeményezésének, hogy azt mondja is, hogy aki nem volt elégedett, egyébként szerintem mindenki küldje el neki is, meg a mi Facebook oldalunkra is, hogy mi történt március 15-én, hogy közösen rekonstruáljuk már az eseményeket, hogy tanuljunk belőle, hogy mit lehetne csinálni. Most az látszik, hogy a kormány lényegében mindenkit hibáztat, mindenkit, a havat, a polgárokat, Gyurcsányt, ezt tegnap hallottuk a parlamentben, az ellenzéki képviselőket, mindenkit, csak ő végezte jól a munkáját. Hát a Gyurcsány tud hóvihar csinálni, akkor elállítani is tudja, hogyha bízzunk akkor ebben. Viszont a DK meg 2%-on áll az Ipsos mérése szerint, és nőtt a Fidesz, és kevésbé nőtt, de nőtt az MSZP támogatottsága. A DK nem mozdul. Nem kéne mozdulniuk, hogyha céljaik vannak? Nyilván elég sokat mozdulunk, a demokratikus ellenzéki, a legutolsó kutatási adatok is azt mutatják, hogy a demokratikus ellenzéknek akkor van esélye, hogyha összefogás párti, hogyha az összefogás szorgalmazza. Ez teljesen a Fidesz mitől nő, hogyha annyira rossz, mint amennyire az ellenzék mondja? Azt gondolom, hogy ez a rezsicsökkentéses ügy, ez az, ami sokakat a Fidesz felé vonz, mert még nem látják, hogy a rezsicsökkentést a nap végén egyébként az ő adóforintjaikból fogják. Azt mondja, hogy ez egész kommunikációs trükk? Igen. Mert ugye a költségvetésből nyilván van egy csomó dolgot meg kell finanszírozni, például mondjuk akár a vízdíjcsökkentés. De ez ennyire egyszerű? Tehát én azt mondom, hogy legyen 20% és akkor most rám fognak szavazni? Hát akkor önök mondják azt, hogy legyen 30% és
önökre fognak szavazni. Hát ha ez ennyire egyszerű lenne. Azt gondoljuk, hogy ettől felelős lesz egy politika? Nyilván nem. Ettől jobb lesz Magyarország. De közben meg ugye azt hallom az ellenzéktől, állandóan az összes ellenzéki politikus eljön ide, és elmondja, hogy 2014-ben le kell váltani az Orbán kormányt. És le is fogjuk váltani. Hát le is fogjuk. Hát akkor hogyan, hogy az emberek azt mondják, hogy nekem ez így tetszik? Az első és legfontosabb, azt gondolom, az összefogás. Tehát ez teljesen világos. Ma azt látják a választópolgárok, nyilván van még egy széttöredezett ellenzék, a DK az a párt, amik az összefogás pártja, nagyon régóta szorgalmazunk. Talán emlékszik, hogy március 15-e előtt is több értelmiségi azt kérte a baloldali pártoktól, hogy álljanak fel egy színpadra, most ugye ezt a hóvihar ugye elsöpörte. Sokan azt mondják, hogy ez szerencse volt ebből a szempontból, az egyetlen szempont, amiből szerencse volt a hóvihar, hogy nem kellett szembesülni azzal, hogy nem tudnak összefogni. Összetudtak volna fogni? Én meg azt gondolom, hogy egyszer mindenkorra föl kell állni arra a színpadra. És nem magunk miatt, hanem ami azok miatt, az emberek miatt, akiknek iszonyatosan legyük van az oldalás. Kit tudtak már meggyőzni? Mesterházit? Bajnait? Én azt gondolom, hogy a szocialista párt már nagyon világosan belátta, és azt szerint is politizál, hogy muszáj együttműködni. Aki az együttműködés ellen van, az az Orbán rezsimet támogatja. Aki az Orbán rezsimet támogatja, az pedig bűnös. Az egyenes beszéd. Egyenes. De az egy másik műsor. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm.